Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hollander vagyok, és elérkeztünk a negyedik formázás részhez, ugyanis az előző, a harmadik résznél mondtam nektek, hogy amennyiben eléri az 50 kedvelést az a videó, akkor azonnal neki fogok állni, és el fogom készíteni ezt a negyedik részt. Hát eléggé gyorsan, tehát lényegében egy nap alatt elérte ezt a 50 kedvelést, úgyhogy neki is álltam, most az ötödik részt akkor fogom elkészíteni, vagy akkor fogok azonnal neki állni soron kívül, hogyha ez a negyedik rész alá a 100 kedvelés megérkezik. Szóval ez egy kicsit már nagyobb kihívás, úgyhogy izzíthatjátok a balkatjaitokat. Másrésztről érkeztek kommentek, továbbra is köszönöm egyébként mindenkinek a elismerő szavakat, örülök, hogy továbbra is tetszenek ezek a videók, és egyébként írt random kommentelő egy pár eléggé hosszú, de ugyanakkor eléggé informatív kommentet is, és ez az ő kommentje a többiek kommentjével is összhangban van, úgyhogy egy-kettő reagálás. Random kommentelő mondta azt, és egyébként ajánlom is figyelmetekbe, mármint a ti figyelmetekbe is a csatornát, Tiamat Marduknak a csatornáját, ő egy ausztrál srác, aki ilyen típusú Forma 1-es videókat csinál, nyilván mivel ausztrál, ezért nem sok magyar szót használ belőle, de akik úgy valamilyen szinten beszélnek angolul, azok érteni fogják. Éppen ezért, vagy ezzel összhangban egy kicsit ki is oktattatok, de ezt most nem negatív értelemben mondom, hogy a Marussa, amit én Marussának mondok, az Marussia. Ezt random kommentelő, valamint Konrád Norbert is mondták. Igen, ez egy kicsit ez az angol áthallás, ugye a Oroszország az angolul Russia, és ő Marussának mondja, éppen ezért mondom én is Marussának, de majd igyekszek átállni Marussiára. Egyébként random kommentelő, valamint Kalocsai Viktor is mondták, hogy az előző videóban egy Toro Rosso-t azt le-redbulloztam. Azóta már én is megnézegettem a különbségeket, hogy akkor nagyjából mi meg hogy, úgyhogy most már vágom elméletileg a gumikeverékeknek a neveit is, úgyhogy most a kommentár egy következő szintre érkezett. Érkezett egyébként random kommentelőtől még egy olyan kérdés, hogy kíváncsi lenne, hogy mennyi idő egy versenyhétvége lejátszása, felvevése, lekommentálása, összevágása és feltöltése. Hát felvenni az nagyjából az egész hétvégét mondjuk egy másfél-két óra hossza, lekommentálni és összevágni egyben az 3-4 óra hossza, feltölteni meg nem tudom, mert éjszaka szoktam, de nagyjából olyan 10-11 óra hossza, szóval nagyjából ezzel az idővel számoljatok, hogyha mondjuk ez a videó eléri a 100 kedvelést, akkor nagyjából ilyen ekkora idő csúszással fog kijönni a következő videó. És egyébként pont ebben a pillanatban frissítettem le a kommenteket, és megjött Takács Máténak a kommentje, amelyik nagyon tetszik, hazudósnak nevezett engem. Szerintem én azt mondtam, hogy elkezdem csinálni a videókat 50 kedvelés után, és nem pedig azt mondtam, hogy 50 kedvelés után ki fog kerülni ez a videó, úgyhogy mielőtt így valaminek nevezel, azelőtt így gondold át, hogy mit mondtam, és akkor csak utána alkoss véleményt. Szerintem ez egy jó tanács lehet a jövőre nézve. Na, rendben van, akkor szerintem itt most a nézői kérdéseket, nézői hozzászólásokat megbeszélgettük. Nézzük, hogy mi újság van a bajnokságban. A bajnoki tabellán negyedikek vagyunk, Rosberg, Hamilton, Raikkonen, Button a sorrend, Raikkonentől 7 ponttal vagyunk lemaradva, és a vezető Rosbergtől pedig 19-re. Nézzük a gyártóknak a listáját, hogy hogyan is szuperálunk. Mercedes, Ferrari, Honda, nyilván a Mercedes torony magasan vezet, a Honda pontjait pedig én alkotom összesen. És akkor a következő versenyünk színhelye pedig nem más, mint Johann Sebastian Bach Rein. Na jó, hagyjuk ezt a viccelgetést. Tehát itt vagyunk Szekér városában. Igen, Szekér városában, hallgassátok meg az eredeti angol nyelvű kommentát, hogy Szekért mond. It's nearly 6 o'clock in the evening here in Szekér. Igen, én úgy vagyok vele, tudjátok, hogyha Csehországban a Jordán mentén van táborvárosa, most itt akik nem teljesen analfabéták földrajzból, azok egy kicsit megint össze lehetnek zavarodva. Tehát, hogyha Csehországban a Jordán mentén van táborváros, akkor Bahreinben, Johann Sebastian Bahreinben pedig lehet szekérváros is. Úgyhogy, ja. Na, vessünk egy pillantást a pályára. A pálya szerintem nem igényel túlságosan sok magyarázást, nekem legalábbis egy eléggé jellegtelen pályának a benyomását keltett egy vezetés közben. Nincsenek rajta olyan igazán hosszú egyenes szakaszok. Az előző kettő menetünkhöz képest a célegyenes sem különösebben hosszú, szerintem legalábbis, vagy lehet, hogy az nem érződik egyáltalán olyan hosszúnak. Egyébként eléggé gyors a pálya, a pályának a gyorsaságából adódóan pedig jó
hogyha van egy viszonylag magas leszorító erő, vagyis hát ugye én nyilván standard beállításokon játszok a kihívás kedvéért, ezekre a gyors kanyarokra az a jó, hogyha magas a leszorító erő, úgyhogy ez nekem most itt mindenféleképpen bejött. Az egyeneseknél pedig nem voltak annyira hosszú egyenesek, hogy az egyenes sebességből a magasabb leszorító erő miatt túlságosan sokat veszítsek, úgyhogy tényleg szerintem teljesen jó volt, egész esélyesnek gondoltam magamat, egészen addig, ameddig nem mentem egy kvalifikációs kört. És akkor már mi is kint vagyunk a pályán, ahogy látjátok, ez egy éjszakai menet lesz a sivatagnak a közepén egy kivilágított aszfaltsíkon fogunk nyomulni. Nyilvánvalóan, mivel sivatag, ezért hála az égnek tiszta az idő, már nagyon beütött volna, hogyha ez is egy esős menet lett volna, de hál' Istennek nem. Bemelegítek gyorsan, és utána nézzük a kvalifikációs kört. Oké, tehát itt vagyunk a célegyenesben, nyilván zúzzuk neki, fel tudunk még nagyon szépen váltani. 8-as a DRS bekapcsolva, 100-150 méterrel az első kanyar előtt fékezünk, próbálunk egy minél inkább szélesebb kanyart venni, de utána visszább is húzzuk a kocsit középre, hogy a balost, aztán a jobbos be tudjuk venni, ott vigyázni kell, hogy el ne menjen az autónak a hátulja, aztán utána pakolgatjuk fel a sebességeinket 7-esbe. Mielőtt úgy érezzük, hogy fékeznénk, az előtt érdemes berakni 3-asba, és szépen venni egy belső érintét, és utána minél inkább kiengedni. Utána jön egy rész arra McLaren Honda elég. Jó, ezt a kanyart 4-esben be lehet venni. Be lehetne venni, hogyha ilyen iszonyatosan nem rontottam volna el, bele kellett a kanyar közepébe fékeznem, és utána, hogyha megnézitek itt a visszafordító kanyarnál is, hol a francba van a érintő, meg hol a francba van az, amit én csináltam, tehát itt borzasztó, itt másodperceket veszítettem, ez egy szörnyű kör volt, aztán utána próbáltam helyrehozni a hibát, szépen ezt a kettes visszafordítót meg sikerült túlságosan szélesre venni, no de se baj, rányomjuk a teljes gáz DRS-t, bekapcsoljuk, úgyhogy hát ha még ebből lehetne egy nem rossz kör, ugye itt felmegyünk egészen 7-esig, utána itt is egy McLaren Hondának eléggé kedvező nagysebességű rész, mondjuk a jobb első gumiknak annál kevésbé. Itt hál' Istennek sikerült, aztán ebben a kanyarban felrakjuk 6-osba, és hogyha minden igaz, akkor kiérünk a kerékvetőre, így is van, visszadobjuk a 3-asba, és itt ez egy agresszívabb kanyar, mint aminek tűnik. Egyébként egy kicsit elveszítettük az autót, a kerékvető megdobott bennünket, de sikerült visszanyernünk az irányítást. Utána a hátsó hosszú egyenes, pont a DRS érzékelős csíkon érdemes fékezni, visszarakni 3-asba, teljesen kiengedni, és utána nyomni neki a tőgázt, és akkor nézzük, hogy pontosan hova is érkezünk. DRS még egy pillanatra bekapcsoljuk, és 5. hely, 1.39, 930-as idő, ami azt jelenti, hogy ez borzasztó kör. Tehát én amikor szabad edzésen például első helyet értem el, akkor 1.38.3-as időt mentem, ahhoz képest az 1.39.9-es az egy szörnyű. A mezőnyhöz képest is, hát nézzétek meg, hogy Hamilton 1.38.7-es időt ment, 1.38.3-as a lazán pole pozícióból lehetett volna indulni. Csapattársam Alonso 14. helyezést ért el, és nézzük, hogy kik vannak előlem. Raikkonen, Vettel, Rosberg, tehát lényegében mindenki, aki riválisom a bajnoki tabellán. No, akkor verseny, mielőtt bármiben is belekezdenénk, és amíg ti ezeket az átvezető képeket nézitek, addig nekem egy gyors információ. Sikerült, miután befejeztem ezt a versenyt, sikerült utána a külső nézetes visszajátszást átugranom. Szóval most csak belső nézetes kamerával fogjátok tudni az eseményeket végigkövetni. Valószínűleg így is elég izgalmas lesz. Egy dolgot szerettem volna visszanézni a visszajátszásban, amit nem tudtam, ezt majd nyilván ti is látni fogjátok. No, de addig is nézzük a rajtlistát. Csapattársunk Alonso 14. hely, ugye ezt a listát már láttuk a kvalifikáció során is, és akkor Nasr, Bottas, Grosjean, Ricardo, Massa, Button, ugye én vagyok az 5. Button, de előttem van Raikkonen, Vettel, Rosberg és Hamilton, úgyhogy a Ferrarisok és a Mercedesek előttem fognak nyomulni. Nézzük, szurkoljatok! Indulás előtt még kérdés volt, hogy milyen gumikeveréken kezdjek, és én úgy döntöttem, hogy a puha gumikeveréken kezdek, mehetnénk direkt más taktikával, ugye az előző részben nagyon jól bejött az, hogy keményebb keveréken kezdtem, most viszont úgy döntöttem, hogy nincs értelme direkt másik keveréken kell menni a mesterséges intelligenciától, mert egy egész kiegyensúlyozott pályával állunk szemben. És verseny. Na hát akkor nézzük a rajtot, nézzük az 5 lámpát, nyilván egyes keverékre váltunk, felváltunk egyesbe, és rajta. Oké, próbáljuk minimalizálni a kerékkipörgést, az autó kicsit megindult jobbra, de viszont úgy tűnik, hogy egész jó rajtot sikerült vennünk, meg tudjuk őrizni a rajtodán az 5. helyet. Felváltunk durva keverékbe, 3-as keverékbe, és eléggé agresszívan haladunk. Sikerült Raikkonen, sőt, sikerült Vettelt is magunk meg utasítanunk. Vettel itt van közvetlenül mögöttük, viszont lemaradt bal oldalon a belső íven, adtunk neki helyet, de attól függetlenül lemaradt, úgyhogy hajrá, már harmadikok vagyunk, Rosberg és Hamilton van mellettünk, két kanyar után sikerült elérnünk a 2. helyjel fentebb
pozíciót. Oké, a már következő kanyart egy kicsit elrontjuk, viszont itt jön az a rész, ahol jobbak vagyunk a Mercedeseknél is, és ezt nézzétek meg, hogy mekkorára sikerült a távolságot kettőnk között, vagyis hát pontosabban hármon között lecsökkenteni. Itt kellene egy jó kigyorsítás, hogy meglegyen. Oké, a jó kigyorsítás megvan. Nézzük, utal tudjuk őket érni, felváltunk hármas keverékbe, eddig is abban voltunk, de mindegy. Szóval felváltunk, és sajnos nem. Viszont a következő kettes visszafordítónál is próbálkozunk, itt egy kicsit sikerült túlságosan szélesre mennünk, a kerékvetőn meg is akadtunk, és sajnos nem sikerült mit elérnünk. Viszont a következő körben, második kör Vettel beelőző jobbra próbáltuk kiszorítani, de ez valamennyire ez a taktika ez be is jött, hiszen bal oldalon túlságosan kisodródott, úgyhogy vissza tudtunk neki szúrni. Kigyorsításnál elvesztjük az autónak a hátulját, de viszont tudunk előre haladni. Viszont Vettel hátulról adott nekünk egy pacsit, és most meg akar előzni a belső éven, ismételten sikerült a pálya közepére kiszorítanunk, hagyunk neki helyet, nézzük, hogy hova fogunk visszaérni, átcsúszunk előtte, összecsúszik a kettő autó majdnem, és kicsúszott Vettel. Érdekes kérdés, hogy kinek lehetett a hibája, hogyha tudjátok, akkor írjátok meg kommentben, nézzétek, bal oldalon alul ott látszik a visszapillantóban Vettel, tehát megadtunk neki egy helyet, én be akarok elé szúrni, viszont én nem tudom pontosan eldönteni, hogy Vettel nekem jött-e, vagy talán mi nyomtuk túlságosan. Minden esetre lett volna neki helye, amerre el tud húzódni, hogyha el akar húzódni. Ugye valahogy az ő jobb első, tehát légterelőjének a jobb első oldala, illetve a mi bal hátsó kerekünk ütközött össze. Nem tudom, hogy ez kinek a hibája, írjátok meg kommentben. Én annyira nem érzem magamat vétkesnek benne. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy Vettel arrébb húzódik balra, és utána, mintha egy kicsit ő akarná meglökni a mi kocsinkat jobbra, mint hogyha az ő autójának a jobb eleje kanyarodna el. Én is elfordítom a kormányt balra, de hallgassátok a hangot, azután fordítom el a kormányt, mielőtt az ütközés már megtörtént, mert egy kicsit megijedtem, hogy mi a franc történt. Viszont nekünk haladnunk kell tovább, mögöttünk van most már immáron csak Raikkonen a piros paripás autókból. Ezt a kanyart ezt eléggé sikerül rosszul bevennünk, nézzük a visszapillantóban, látszik, hogy Raikkonenék eléggé közelítenek, és hozzám elvittem a kis búját saját magammal. Nézzünk hátrafelé, nézegetek itt, hogy Raikkonen beszúr-e, egyre inkább közeledik itt a hátsó egyenesben, viszont hála az égnek mi értünk hamarabb oda a hátsó egyenesnek a végéhez. Oké, tovább, közeledünk a Mercedesekhez, Rosbergékhez, nézzük, hogy mekkora a távolság kettőnk között, ugye itt a visszafordító rész egyre inkább világossá válik számomra, miközben elszúrjuk a kanyarnak a kimenetelét, hogy ezeken a visszafordító részeken tudunk egy csomó előnyt összeszedni, ugyanis itt az egyeneseknél a Mercedes tudjuk, hogy mennyire elmegy. Nézzük, ez itt egy gyorsabb szakasz, van egy egész jó kiáratunk a kanyarról a hátsó egyenes után, ugye itt van ez a hosszú rész, amelyik a magas sebességgel követeli a magas leszorító erőt, és nézzük, elszúrjuk az érintőt, de nézzétek meg, hogy mennyire közel került hozzá Rosberg, fel is váltok a hármas keverékbe, hogy próbálok minél inkább közeledni hozzá, vagyis hát legalábbis, hogy a távolság akkora nagyon nagy mértékben ne csökkenjen. Elértük a DRS aktivációs pont, vagyis DRS ellenőrzési pontot, DRS ellenőrzési pontot. Nézzük, hogy mennyire sikerül ezt a távolságot megtartanunk. Plusz egyben vagyunk üzemanyagban, nézem, hogy mennyire mehetünk még a hármas keveréken. Nyilván a DRS nyitottam, viszont Rosberg az elment utána. Sajnálatos módon itt láthatjátok is már a következő körben, hogy ez a előny ez milyen apróra csökkent. Szerintem Rosberg nekiállt üzemanyagot spórolni, ez volt a baj. Mögöttem pedig továbbra is Raikkonen található itt. Még próbálkoztam egy kicsit, de mint hiába, hogyha megnézitek itt már az utolsó előtti, tehát a célegyenes előtti egyenes. Viszont, azt nézem, most már a hetedik körben vagyunk, azt nézem, hogy Raikkonen egyre inkább közeledik, szóval szerintem Raikkonen is itt már hármas keverékben van és próbálkozik támadni. Célegyenes, a célegyenes nyilván számomra nem kecsegtet annyira túlságosan sok jó dologgal. Próbálok középen is maradni, de oldalt is maradni, hogy Raikkonen minél inkább letoljam az ideális ívről, tehát minél inkább rosszabb íven kelljen, hogy legyen, miközben előz. Nézzük, megpróbálok kicsit kanyarlevágással is, megpróbálok előzni, viszont nem sikerül, nem ad nekem helyet, és utána a hátulját is megcsúsztatom az autónak, úgyhogy itt egy kicsit lemondtam róla, viszont aztán közeledünk a visszafordítónál, a hátsó egyeneses visszafordítónál, kicsit szélesre megyünk, megkapjuk a DRS, és nyilván felváltok agresszív benzinkeverékre, hogy minél inkább oda tudjunk kérni Raikkonen, ez Raikkonen viszont túlságosan gyors. Viszont itt jön a gyors szekció, a magas leszorított igénylő gyors szekció, ahol viszont mi vagyunk a jobbak. Na nézzük, hogy mennyire tudunk odaérni Raikkonen mögé, úgy látszik, hogy a közöttük levő távolság egyre inkább csökken. Itt van ez az agresszív kanyar, amelyik jó pozíció lehet számunkra legalább. És előzésre sajnos itt szélesek voltunk, ugye nem sikerült, a kerekeink már itt kopogatnak a nyolcadik körben, mondja is a
boxban a szerelőm, hogy itt lenne az ideje kijöjjek, viszont én addig nem akarok, ameddig Raikönne nem akar kijönni, olyan vagyok, mint egy hisztes óvodás, hogy már pedig én, amíg Raikönne nem jön ki, én nem fogok kijönni. Viszont az a probléma ezzel, hogy most már DRS-ünk sincsen, Raikönnen pedig nem jön ki, és nézzétek meg a kormányt, hogy hogy áll keresztbe, folyamatosan kilincsel előre, idézőjeles, kilincsel előre megyek a pályán, elvesztettem az előző kanyarban egy csomó időt, Raikönnennel szemben beblokkoltatjuk a kerekeket, kicsúszásnál pedig kipörgetjük a kerekeket, alig tudok egyenesen menni az autóval, tehát borzasztó elől ott kanyarodott Raikönnen, hátulról viszont megjelent Massa, visszacsúszunk az ötödik helyre, nézzük, hogy sikerül ezt a negyedik helyet visszaszednünk, éppen ott csak összeér egy picikét az autó, de ez elég volt arra, hogy Massát kizökkentsük, úgyhogy igen, sikerült a kettőnk közötti távolságot most már meg kellene növelni, én viszont itt teljesen biztos vagyok abban, hogy innentől kezdve mindig hallgatni fogok a szerelőkre, hiszen annyi időt vesztettünk Raikönnenhez képest, már 6 másodperc kettőnk között a különbség, hogy egyszerűen nincs olyan, hogyha a szerelőm azt mondja, hogy most ki kell jönni, akkor nem jövök ki. Massa hátsó hosszú egyenesben megint megelőz bennünket, mi vagyunk a külső íven, hagyunk neki helyet, hogy el tudjon kanyarodni, és körbe autóztuk Massát, és akkor itt azonnal jövünk kifelé. Közben nézem a tükörben Massát, hogy ő kijön-e, és igen, Massa is kijön mögöttem, szóval ez így teljesen jó. Azt tudjuk, hogy a McLaren Honda az később van a boxban, mint a Ferrari, nézzük, Raikönnen sikerülne feltartanunk, és pont nem, Raikönnen az kijön elénk, innentől kezdve minél jobb kerékcserére lenne szükségünk. Nézzük, 2,5 másodperc, Grosjean az hál' az égnek pont nem tartott föl bennünket, Massát talán egy picikét feltartotta, úgyhogy vissza tudunk jönni Massa elé, Massa meg Raikönnen közé. Boxnak a kijárata. A Forma 1-ben van egy nagyon idegesítő buk, hogy nem tudsz a boxból kijövet néha felváltani. Nézzétek meg, földobtam a 3-asba, és visszarakta saját magától 2-esbe a járművet, úgyhogy ez a motornak egyáltalán nem tett jót, erre majd később visszatérünk. 11. kör, egyre inkább közeledünk Raikönnenhez, ugye ne felejtsük el, hogy amikor kijöttünk a 9.-9. körben a box utcába, akkor 6,9 körül volt a különbség kettőnk között, tehát több mint 6 másodperc volt a különbség. Ugye most tartunk a 11. körben, nézzétek mekkora a különbség, nagyon érdekes, hogy milyen rövid idő alatt mekkora durva nagy különbséget le lehet dolgozni. Ugye itt most ez egy eléggé gyenge kanyarbevétel volt, amit az előbb láthattunk, itt a hosszú egyenesben nyilvánvalóan el is megy Raikönnen, pláne így, hogy nincsen különösebben nagy lendületünk, de mostantól kezdődnek akkor az izgalmas részek, számunkra legalábbis az izgalmas részek. Sikerül egy nagyon-nagyon szép kijáratot vennünk a kanyarból, és eléggé jó éven sikerül belevennünk a következő kanyarba, és ezt nézzétek, hogy ez mennyire durván meglátszik. Itt jön ez az agresszív jobbos kanyar, amit ahol nem mertem még bepróbálkozni Raikönnennél. Itt szélárnyék minden, nagyon-nagyon reménykedek, hogy hát ha a következő kanyarnak a végén be tudnánk szúrni, és nem menne el olyan messzire. DRS még a miénk, és igen, és pont beférünk a kanyarba, és ezt nézzétek, hogy mennyire iszonyatosan jól sikerült végezzük az előzésünket is, ugyanis Raikönnenen mi kapjuk meg a DRS, és 1.38.46-tal mi fotjuk a leggyorsabb kört a versenyben, most gondoljatok, hogy mit futottam a kvalifikációban. Aztán utána megyünk tovább, Rosberghez is ugyanúgy elkezdünk közeledni, most már a 14. körben járunk, visszafordítónál már át tudnánk neki kiabálni, át tudnánk köszönni, hogy szevasz Rosberg, mi újságban, de aztán utána nyilván az egyenes részen, ahogy már megszoktuk, a jó öreg forgatókönyv szerint elmegy Rosberg. Próbálom minél inkább szűken venni a kanyart, viszont a hátulja az elmegy az autónak sajnálatos módon, de DRS-ünk van Rosbergen, ami bizakodásra ad okot, fel is kapcsolok 3-as benzinkeverékbe, hogy hát ha itt is tudnánk valamit csinálni, talán ugyanaz, mint amit az előbb Raikönnennel sikerült, hát ha meg tudnánk szerezni azt az ominózus második helyet. 6-os, ugyanúgy kicsit kirakom a jobb elejét az autónak a kerékvetőn kívülre. Agresszív kanyar, itt ez egy írtó jó kigyorsítás ismételten, ez egy nagyon-nagyon szép kanyar bevétel volt Rosberg, itt most sokkal lassabb volt megint nálam, talán, hát ha összejönne a dolog, kicsit kijebb húzódok, de utána vissza, mert látom, hogy túlságosan nagy a távolság, és a kigyorsításnál nem értem, hogy mit csinál Rosberg, annyira lassan, azt hittem, hogy fék ez a kigyorsításnál. 15. körnek a vége, itt viszont már eldöntöm, hogy muszáj valamit tennem, el ne menjen Rosberg, be ne melegedjenek a gumiai normálisan, úgyhogy sikerült átvennem a második helyet immáron, és a üzemanyag mennyiségem is optimális, a gumiaim sárgák, viszont, hogyha megnézitek, akkor Rosberg ellentámadásba indult, visszaváltok most már 2-es keverékben, nem üldözzük annyira durván Rosberget, és sikerül-e körbeutózni, igen, sikerült körbeutózni, biztosítottuk a második helyünket, viszont 16. kör célegyenes, ismét
ismételten Rosberg ugyanott elmegy, ugye a szokásos taktika, nyomom ki oldaltra, aztán becsapok szélárnyékba. Nézzük, leblokkol az autó, majdnem összeér a kettő autónak a jobb oldala, és Rosberg nagyon-nagyon szűken próbálta bevenni a kanyar, de attól függetlenül nekünk sikerült elmennünk. Nézzük, várom, hogy nyilvánvalóan az ellentámadás, megint szorítom kifelé az autót annyira, amennyire lehet. Nézzük, hogy el tudunk-e menni körben, ugyanis ő választja a belső évet, el tudunk menni körben, és igen, majdnem összeér a kettő autó, kicsit megcsúsztatjuk a hátulját, de sikerült elhúznunk. Oké, megint 16. kör, 17. kör ismételten célegyenes, pontosan ugyanaz a pont, ahol Rosberg elmegy, viszont a hátam mögött itt van már Raikkonen is, úgyhogy kettő autó ellen kell védekeznem. Raikkonennél sikerül rövidebb féktávot vennünk, igen, Raikkonen nagyon sok helyet hagy, úgyhogy bőven beférünk még oda. Rosberg után indulunk, viszont kétszer is megcsúszik az autó, így Rosberg akkora időt nyer, nézzétek meg elől, hogy teljesen elmegy, viszont Raikkonen is rajtunk nyert egy csomó időt. Két autó egymás mellett, és külső éven most is sikerült elmennem Raikkonen mellett, aki, hogyha visszapillantót nézitek, akkor a 18. körben a célegyenesnél megint ránk támad. Nézzük, hogy most is sikerülne egy rövidebb féktávot venni, szerintem a rövidebb féktáv megvolt, és pont be is tudunk szúrni. Eléggé agresszív pillanat volt a két autó, eléggé össze is ütközött, és kétszer megint ugyanott elveszítem az autónak a hátulját. Majd aztán 19. kör, box. Nézzük, Raikkonen vagy én vagyunk-e, a gyorsabbak a boxból kijövet. 2:33 volt a kerékcserének az ideje, és szerintem időt nyertünk most Raikkonen. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy visszatérünk a bugos box kimenetre? Ezt nézzétek, 4-es sebesség, 5-ös sebesség, és visszadobja a gép 2-esbe az autót teljes egészében, úgyhogy mondja is a fülemre a mérnök, hogy tönkrement az autónak a motorja, úgyhogy lecsökken a teljesítmény, kezdek ideges lenni, viszont, hogy a 19. kör ugyanaz a kör, Rosberget megelézzük, még így rossz motorral is, innentől kezdve próbálom hűteni, kímélni a motort, hogy nehogy felrobbanjon, elduraljon, vagy valami baj legyen vele, de attól függetlenül, hogy nyilván haladnunk kell, megelőztük Rosberget, úgyhogy most már a második helyet sikerült elérnünk, és ott a füst, ami jön ki a motorból, úgyhogy sárga színű a motor. Oké, ugyanannak a utolsó előtti egyenesnek a végén Rosberg betámad, viszont nézzétek a tükörben, hogy mit csinál. Nem tudom, hogy mit csinált, miért húzta ki a kormányt balra, fogalmam nincsen. 21. körre ugrunk, Merit előzzük meg, és innentől kezdve örültem neki, hogy Rosberget talán egy kicsit Meri fel tudja tartani. 22. körben éppen fordulnánk rá a hátsó egyenes, miközben még mindig Meri van előttem, sárga zászló, nézem, hogy mi a francért van itt. Sárga zászló, elfordulunk balra a kanyarban, és látom, hogy ott van előttem a hosszú egyenes. Egy autón, mondom, tök jó, még egy lekörözött autót be tudunk magunk közé rakni, és Hamilton. És átvettük az első helyet, fogalma nincsen, szerintem valamilyen technikai baja lehetett Hamiltonnak, mert visszanéztem most legalábbis így ezt a felvételt lassítva, és nem látszik az autóján semmi. Viszont, hogyha térképet megnézitek, akkor most jött vissza, már egy körrel később leköröztük Hamilton, és Hamilton pont Rosberg elért vissza, ami azt jelenti, hogy a két Mercedes-es elkezdi egymást nyöztetni, elkezd egymással versenyezni, ami az én malmomra hajtja a vizet. Aztán utána 25. kör, még egy lekörözött autót rakunk magunk és Rosberg köré Steven személyében, innentől kezdve pedig az a lényeg, hogy a köztem és Rosberg közötti távolság ne csökkenjen egy másodperc alá. Szépen hagyom, hogy csökkenjen, mert mínusz egyen vagyunk üzemanyag szempontjából, tehát itt folyamatosan körönként 5-6-7 tizeddel csökkentetem az előnyt, és az utolsó körben már 1,4 másodperc a különbség, itt ugye visszaböjtölöm azt a sok üzemanyagot, amit az elején elégettem pluszba, de nem is ez a lényeg, ugyanis a 29. körben sikerült, beérkeztünk óriási nagy por felőtt, köd felőtt, füst felőtt, hagyva magunk mögött beérkeztünk az első helyre, Rosberg valamint Vettel előtt, úgyhogy ez a szezonnak az első győzelme a McLaren Hondával, úgy látszik, hogy Button nagyon örül, és neki mutatja, hogy milyen szép világos zöld a kupának az alja, mert őt mindig a kupának az alja érdekli, és megint egy csomó pénznyi pezsgőt szétlocsolunk, mert megtehetjük. Úgyhogy jó, tök jó, nagyon örülök neki, már csak az a kérdés, hogy ez a bajnoki tabellán pontosan mit is jelent, egy nyilván a kötelező összeölelkezős fényképezkedés. Mi lettünk az elsők, ezzel ugye bezsebeltünk 25 pontot, Rosberg, Raikkonen, valamint Massa voltak, akik bennünket követtek, és ugye Hamilton, Alonso a 10. lecsapatásunkról, ne feledkezzünk meg, és Hamilton pedig a 16. helyre esett vissza, úgyhogy ő most egy pontot nem fog kapni, ami nekünk kifejezetten jól jön.
hogyha megnézzük a tabellának az állását, hogy hogyan is változott, akkor most már azt látjuk, hogy elérhető közelségbe kerültünk a német Mercedes versenyzőhöz képest. 12 pontra csökkent a távolság közöttünk, mi is, és ugyanakkor megelőztük mind Hamiltont, mind Raikkonent, úgyhogy előre kúsztunk nagyon szépen a második helyre a bajnoki tabellán, szóval mondjon bárki bármit, ez mindenféleképpen minden körülmény között egy nagyon-nagyon előnyös meccs volt. Fogalmam nincsen, hogy mi történt Hamiltonnal, de hogy a mi malmunkra hajtott ez a problémája a vizet, az tuti biztos. Úgyhogy hú, na hát mondjátok, hogy ez nem volt izgalmas, 5. helyről indultunk, jártunk 4. helyen, 3. helyen, 2. helyen, és a végén megnyertük az egészet, és közben össze-vissza mindenféle helyekre ugráltunk föl le. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen egy izgalmakban, kalandokban gazdag rész volt. Rendben van. Amennyiben megint tudtok valamilyen kis érdekességet mondani, vagy valamilyen tippetek van, esetleg valamiben ki szeretnétek javítani engem, akkor azt természetesen várom kommentformájában, és akkor még egyszer mondom, ha összegyűlik a 100 kedvelés, akkor én azonnal elkezdem a következő Forma 1-es résznek a soron kívül történő gyártását. Rendben van. Ameddig pedig a 100 kedvelésre várunk, addig jobb oldalon felül megtaláljátok a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a Forma 1-es sorozat következő részéhez, előző részéhez, a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy most megköszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, Hullander voltam, sziasztok!